Mint elhangzott, tagjaik nagyon aktívak voltak a tavalyi évben is. Pályázatok segítségével tudtak elmenni kirándulni, zenés összejöveteleket szervezni. Több civil szervezettel is mondhatni testvéri kapcsolatban vannak. Egyesületünk célja szociális tevékenység, idős nyugdíjasok segítése, gondozása, a rászorulók felkarolása. Kulturális tevékenység keretében kulturális események rendezése, mely elősegíti a közösségi gondolkodás kiterjesztését, a közhangulat javítását. Az idős betegtartásainkat időközünkben meglátogatjuk, segítünk nekik a mindennapi életükben. 2022-es évben, amikor már a koronavírus járvány csendesedett, több összejövetelt, kirándulást tudtunk szervezni. Igaz, hogy új szabályoknak kellett magunkat alávetni a vírus miatt. Sajnos öregedik a tagságunk, de ha egészségünk engedi, szívesen jönnek közzénk. Tavaly, február 12-én volt az első összejövetelünk, a taggyűlés, ami zenés ebéd követett. Március 12-én köszöntöttük hölgy tagjainkat a Nemzetközi Nőnap alkalmából egy szál virággal és zenés-táncos összejövetellel. Április hónapban szintén zenés-táncos összejövetelen vettünk részt. Tavaly belföldi és külföldi kiránduláson jártak, de voltak az esőcirkuszban is, főztek a szabadban, és havonta tartottak zenés-táncos összejövetel tagjaiknak. Az idős nyugdíjasok felkarolása, a társadalomba való beilleszkedés segítése is fontos feladatuk, sorolta az elnök, aki ismertette a tavalyi évi gazdálkodásukat is. 150 ezer forintot nyertünk, majd a napokban jött meg a 2023-as évben is sikeres volt a pályázatunk, a 350 ezer forintot nyertünk, amit az előírásoknak megfelelően lehet felhasználni és elszámolni. Megjegyezni kívánom, hogy ez a maximum összeg, ennél többet nem nyújtanak. Nem nagy összeg, de ennek is örülünk. Fel lehet használni kirándulásra, tüzelővásárlásra, fénymásoló papír és toner vásárlására. Egyesületünknek beszámolási kötelezettsége is van az államháztartás felé. Az egyszerűsített mérleget és az eredménykimutatást el kell készíteni, a tagsággal meg kell szavaztatni, és be kell küldeni az országos bírósági hivatalhoz. Minden bevallás és beszámoló időben elkészült, és beadásra került a NAV-hoz és az önkormányzathoz is. Mint megtudtuk, a Nyugdíjas Barátok Karcagi Egyesületének tagjai idén is sok felé készülnek. Szerveznek például 4 napos utat Pécsre és környékére, de ellátogatnak Verpelétre is. Természetesen 2023-ban is lesznek havonta zenés-táncos rendezvények és közös szabadtéri főzések. A közgyűlésen részt vett Pánti Ildikó önkormányzati képviselő is, aki hozzászólásában példaértékűnek nevezte azt az önkéntes munkát, amit a tagok végeznek. Ismerem az elnökségnek is, és ismerem a közösségnek is a munkáját, amely nem itt játszódik le, hanem, és nem a Rákóczi úti telephelyen, hanem úgy a városban. Ismerősek az arcok, akik itt vannak továbbra is a közösségben. Itt a létszám alapján is mondta az elnök asszony, valóban azt lehet mondani, hogy a legnagyobb közösségek egyike, és akikkel az egyesületi tagok jó kapcsolatban vannak, nem csak az elnökség, hanem önök, azok az egyesületek, örömmel látjuk, adott egyesületeknek is a közgyűlésén, és ez így van rendjén, hiszen a kapcsolódási pontjaink közösek, együtt vagyunk, és ez nagyon fontos mindannyiunk életében. Elhangzott itt azoknak a programoknak a sorozata, amit éveken át a szebbnél szebb kirándulások, és legyen ez így ebben az évben is, mert mindig egy kicsit lélekben is elvisz bennünket a szépség, a jóság, és az értékek felé.